A járási terület védelmi századokba toborozzák a tartalékos katonákat. Érdekesség, hogy minden 18. életévét betöltött személy, így hölgyek is jelentkezhetnek. Jöhetnek azok is, akik nosztalgiával emlékeznek az egykori egyenruhás szolgálatra, de azok is beöltözhetnek és megismerhetik a tartalékos katonaságot, akik nem teljesítettek sorkatonai szolgálatot. A Magyar Honvédségnél eltöltött évi 20 nap alatt hazaszeretetre, hazavédelmére nevelnek, illetve tanítanak meg. A részleteket a gyári járás hivatal vezető mondta el kameránk előtt. A tartalékos katonai szolgálatra minden 18 és 65 év közötti korú jelentkezhet, férfiak és nők egyaránt, bárkinek merjük ezt ajánlani. Szeretnénk, hogyha a járási területvédelmi századokba elsősorban azok jelentkeznének, akik szeretik a katonai életet, nem szeretik a fegyvereket, nosztalgiával gondolnak az előző katonai idejükre, vagy ha nem voltak katonák, akkor meg szeretnék ismerni ezt az életformát. Sajnos szerintem a többség már ilyen, hogy nem volt katona, tehát egyfajta életstílust is mutatott a 18 év felettieknek, hiszen nyugodtan mondhatjuk, mi már meglett férfiak, hogy hiányzik ez a mai fiatalság számára. Igen, én úgy gondolom, hogy minden fiatal szívesen kipróbálna egyszer magát egy ilyen különleges helyzetben, mint az, hogy katonaság. Ez alkalmasnak mutatkozik arra, hogy évi 20 napos szolgálatot teljesítve a kiképzés alatt megismerjék a katonai szolgálatot, és hát egy kicsit a hazaszeretetre is neveljen ez az időszak, megismerjék másokat, megismerjenek egy olyan kollektívát, akik szintén olyan gondolatokkal foglalkoznak, hogy a hazaszeretet, a hazavédelme fontos számukra. Olyan fiatalokat várunk elsősorban, akik úgy gondolják, hogy évi 20 napot tudnának áldozni erre. Ez maximum a törvény szerint 3 évben legfeljebb 6 hónap lehet ez az időszak. Ez minden esetben a munkahely alól mentesít, a munkavégzés alól, illetve igazolást ad. Erre az időszakra térítést biztosít a honvédség, sőt olyan lehetőségek is vannak, hogy például aki már aláírja ezt a tartalékos szolgálatra való jelentkező lapot, már az kap több mint 32 ezer forintot azért, mert jelentkezett. Minden évben rendelkezésre állási díj is kerül kifizetésre. Ez a minimálbérhez kötött, ez ebben az évben 138 ezer forint, tehát nem csak lelkileg lehet azonosulni ezzel a szolgálattal, hanem némi anyagi lehetőségekhez is lehet jutni ezáltal. Ez a 20 nap, amit említett hivatalvezető úr, ez a szolgálat hol teljesíthető? A járási területvédelmi századok mindig a járásban maradnak lehetőség szerint. Maximálisan a megyében lehet elvinni a fiatalokat például képzésre, ha a képzés helye nem fér bele a járásba, mert nincsen olyan speciális hely, ahol lehetne képezni, de a járási területvédelmi századok mindig a járási feladatokat oldják meg. Milyenek az elsődleges tapasztalatok, ha lehet már erről beszélni, érdeklődnek-e a fiatalok? 20 ezer főt vár a Magyar Honvédség ebbe a területvédelmi egységbe. Úgy tudom, hogy már 2000-en már jelentkeztek. Mi nálunk most kezdődött meg a toborzás, most hívjuk a fiatalokat és az idősebbeket is egyaránt, tehát még tapasztalatot erről nem tudok mondani. Érdeklődés van, jelentkezőt várunk ezek után, jelentkezni viszont több helyen is lehet. Elsősorban a irányasereg.hu, ez több tájékoztatást is tud adni a jelentkezőknek, a kormányablakokban, tehát több helyen is lehet érdeklődni és tájékozódni arról, hogy mivel jár egy ilyen tartalékos katonai szolgálat. És ugye fontos információ, hogy a tartalékos katonai szolgálatra nem csak férfiak jelentkezhetnek. Természetesen hölgyeket is nagyon szívesen látunk, az ő kiképzésük is fontos, hiszen ma már Európában is és Európán kívüli országban is nagyon sokan szolgálnak nők. Ma a Magyar Honvédség 20%-a nőből áll.